És ha már a cseréket említettem, ugye a szünetben nem történt változtatás, de majd idővel jöhet adott esetben Mesák, vagy érkezhet Németh Dániel is az alaegerszegieknél, ha a támadókat nézzük. Máncének volt helyzete az első fél időben, de nem tudott betalálni. A másik oldalon viszont két gól, Traoré, illetve Kodró révén, és hát említsük meg azt, hogy Ramírez két gólpaszt is kiosztott, és ebben az NB1-es idényben most már 4 gólpasznál jár összesen az ekvádori. És ebben a pillanatban elindul a második félidő, az Alaegerszeg próbálja az első támadást végigvinni a pályán. Szendrei vissza, azt nézem, hogy volt-e esetleg hatrendbéli változtatás, ha már csere nem is. Mime szépen külsővel tette ki oda Sajbához. Sajbán teszi vissza. Mance próbál lőni, és lő is Mance. Elé ment. Rögtön helyzetbe kerül az Alaegerszeg. A második félidő elején Mance. Makrekis. Sankovic vissza, Maiga figyel, jól játsza meg a mellette lévő Abufanit, hadd szervezzen inkább ő, Ramirez, mutatja Zakariasnak, lépjen egy picit visszább, aztán megint Abufani a labdával. És most már Abena. Abufani kapja, mondja a 25. élvonalbeli találkozója az MTK-nak, az Újpestnek, és legutóbb február 3-án a Kisvárdának lőtt gólt Abufani. Ki? Majgával ott a védelem előtt kifejezetten jó párost alkot a mai nap során is. Botka. Croazé támadja. Botka, Ramirez, eljut hozzá a labda. És jó a bedobás is a Ferencvárosnak, de van maradt közben egy ferencvárosi játékos, ezért kell azonnal az ápolás. Miközben, ha jól látom, ugyanakkor Abufani az. Sankovicstól kapott egyet. És aztán bal szerencsésen huppant a földre. De most már talpon egy picit húzza a lábát. De alig, ha nem folytatni tudja majd a 22-szeres izraeli válogatott játékos. Igen, ő is már talán említettem az első fél időben, hogy azért 42 meccs fölött játszott ebben az idényben. Ramirez dobása. Kodro. Sankovic volt kellően határozott, aztán eladja a labdát, Maiga. Makrekis, Traoré, Makrekis, szélvész gyors. Még bent volt, egyes színán szerint nem, de ott volt az asszisztens is, közvetlen közel. Egyes szerint Makrekis már kivezette a labdát, Abufani tovább. És itt pedig Lesről lépett vissza, már nem először a mérkőzés során Mance. Ramirez passza. Traoré. Makrekis. A Maiga is. Elő a Kodró, és följebb húzódott Abufani is, hogyha érkezik a labda esetleg. Ferencvárosi labdavesztés. Mennek vissza a középpályások, az Alaegerszeg pedig egy indítással próbálkozik. Mance elindul, és hogyha már ilyen sokszor kiemeltem Makrekisnél, hogy gyors, akkor mondjuk el ezt Mancénél is. Rá is igaz. Dibusz. Megfontoltan Dibusz Dénes.
Szendrei. Szendrei, ez hiba volt. És ezzel megindulhat Kodró. Kodró veszi vissza, Szendrei odarúg. Ferencvárosnak ez tökéletes egy szabadrúgáshoz. Itt veszi vissza Kodró. Szendrei csak szabálytalanul tudja megállítani. Az a Legerszeg fiatal csapatkapitánya Szendrei Norbert. 24 éves. Kétszeres magyar kupa győztesnek mondhatja magát, a Zalaegerszeg mellett a Honvéddal is nyert magyar kupát annak idején. Abena. Botka. Ramirez teljesen üdesen a bal oldalon. Abena ismét. Botka. Bufani egyből. Ramirez. Látja, hogy indul Kodró. Kodró engedi tovább az asszisztens, de jön a kapujából Dombó. Kodró érzésem szerint le sem volt, de ennek nagy jelentősége most nincs. Bedi. Makrekis. Ez Májgáról kimegy. És továbbra is, hogyha az Zalaegerszeg valahogy elérne egy gólt, igaz az a megállapítás, hogy lehetne még ez egy izgalmas mérkőzés. Persze nyilvánvaló, hogy a Ferencváros nem szeretne itt már izgalmakat. És mondjuk egy újabb ferencvárosi gól pedig alig, ha nem végleg eldönteni a három pont sorsát. De most az Zalaegerszeg támadásban Mance kéri. Mance négy ember között is pontosan találja meg Kroazét a labdájával, Szendrei becsúszva, és megoldja Botka. Próbálkozik becsülettel, megy előre az Zalaegerszeg. Amely szögletet végezhet el. Kroazé vissza a jobbjára. Tökéletes becsúszás volt a Bufani részéről. Sankovic vissza a mezőnybe. Maiga. A Bufani. Indult Zakariassen is, de jön Katona is, bekapcsolódik az akcióba. Sajbán borítja föl Katona Bálintot. Ott használja a bal kezét Sajbán Máté. 20 NB1-es gólja van, mai a 138. meccse az első osztályban Sajbánnak. Ben Romdán és Lisztes érkezik majd a Ferencvárosba. Hamarosan. Abena. Az a Lisztes, aki a két csapat legutóbbi mérkőzésén Budapesten gólt szerzett, akkor 3-0-ra nyert a Ferencváros. Mellette Anneba és Ben Romdán volt még eredménye. Szóval annak a 3-0-ás meccsnek a 3 gólból kettőnek a szerzője érkezik, miközben azt láthatjuk, hogy Zakariassen remekül sarkazta tovább a labdát Ramirezhez. Az összjáték azonban nem jött úgy össze, ahogy azt szerette volna a Fradi. Abufani rövid időn belül két hasonló szerelés sikeresen tőle. Bicikli cseleket is láthattunk Zakariassentől, de Szendrei nem ette meg. Maiga. A ferencvárosi tábor pedig újabb volt szerette a kedvencektől. Maiga. Jó az átadás, Zakariassen veszi merre, aztán már a földön, ballal középre, és Dombó. Mance irányába, Botka. Botka jól játszik ma. Zakariassen. Maiga. Abufani. Egyből tovább, Kodró. Ez a labda is jó, Makrekis rosszul számolta ki. Pedig pontatlan, és a keleténél erősebb sem volt.
Jön tehát Lisztes és Ben Rondán. Ben Rondánnak elég volt 9 perc a legutóbbi Zete elleni meccsen, hogy betaláljon. És a két játékos, aki lejön, Traoré, valamint Abu Fani, akik elhagyják a pályát. Tíz perc eltelt a második félidőből. Šankovics vissza. Ben Rondán. Az asszisztok terén ő sem áll rosszul egyébként. 60 neki egészen pontosan. Lisztes. Abena. És Mettyes biztosított ott hátul.